A málna ültetvényen árnyékoló háló óvja a növényeket a perzselő napsütéstől. Az árnyékolás egyben a szedők aprólékos munkáját is elviselhetőbbé teszi. 12 évvel ezelőtt vettük ezt a kis gyümölcsöst, akkor tele volt még fával, gyümölcsfákkal, és a férjemnek jött egy jó ötlete, hogy próbáljuk meg a málna termesztést. 5-6 évvel ezelőtt kezdtük, kiszedtük az összes fát, és saját kezűleg mi ketten elültettük ide ezt, amit látnak, körülbelül 2200 darab málna tövünk van. Hány évre kezdett teremni? Milyen az idei év? Az első évben már mondhatni, hogy visszahozta az árát. A következő 3 évben nagyon nagy volt a hozam. Akkor szerveződött meg a kis csapatom, ami 5-6 tagból áll. 3-an most sajnos nem tudnak jelen lenni. Az idei évünk őszintén a legrosszabb. Ezek a málna tövek általában ebben az időben olyan magasak szoktak lenni, mint én, és naponta több 10 kilót le tudnak hozni, ami sajnos az idejében eddig nem sikerült. De reménykedünk, takarítjuk, locsoljuk, hogy hát, ha tudunk rajta segíteni, hogy minél szebb legyen és jobb legyen a termék. A választásnál fontos szempont volt, hogy az adott gyümölcsfaj ne járjon sok kötelezettséggel, de mégis hozzon valamilyen jövedelmet. Olvasgattunk a különböző málnafajták igényeiről, és rájöttünk arra, hogy ez a málnafajta a hőséget és a hideget egyaránt jól bírja. 2200 tő polánát ültettünk, később pedig 500 tő polkát is. Ez utóbbi nem váltotta be a hozzáfűzött elvárásokat. Az ültetvény egyébként 7 éves, és az idei év a gyengébbek közé tartozik. Hadnagyevék olyan időszakban fogtak a telepítésbe, amikor mások nagyban számolták fel a málna ültetvényeiket. A döntésnél az is sokat számított, hogy vállalható nagyságú beruházást igényelt, és a meglévő motoros kultivátorral, trimmerrel és fűkaszálóval az összes ápolási munkát el tudják végezni. Amikor az ültetvény létesítéséről döntöttünk, egyáltalán nem volt nehéz szaporítóanyaghoz jutni, mert az emberek sorra számolták fel a málna ültetvényeiket. Mindenki el akarta adni a szaporítóanyagot. Ez éppen az az év volt, amikor nagyot zuhant a málnára, és az emberek nem akartak többi ezzel foglalkozni. A málna szedése 24 nappal korábban kezdődött meg, mint az előző években. Június 26-a helyett már a hónap első hetében beérett a gyümölcs. Milyenek a szedések, milyen a hozam, milyen a bogyó minősége? A vevőim szerint, mivel évek óta szerintem visszatérő vevő köröm van, azt mondják, hogy az egyik legfinomabb, legédesebb málna, abszolút nem savanyú. A jobb napokon le tudunk szedni 15-20 kilót, de van, amikor ez csak 5-9 kilóra terjed ki. Szóval attól függ, hogy süt a nap, mennyi eső van. Ugye mi locsolórendszerrel locsoljuk, de az nem ugyanolyan, mint az eső. És hogyha esik az eső, és rásüt két napra a nap, akkor le tudjuk szedni a fejenként. Van, amikor dobozokra szedjük, úgy szedjük, hogy rögtön dobozba tesszük, hogy ne öntsük át, ne törjön a málnánk. Mindjárt dobozba, megmérik, beteszik a hűtőbe, és van, amikor egy ember le tud szedni 22-től 30 dobozt. Meddig fog tartani a málna érése? Az eddigi években még októberben is szoktuk szedni, ezt most majd az idén kiderül, mivel ugye minden egy hónapra előbbre eltolódott. A sarjon termő málna fő szedési időszaka nagyjából megegyezik a nyári szünidővel, ezért a szedést egy jól összeszokott diákcsapat végzi. Nincs kötött munkaidő, mindenki akkor dolgozik, amikor neki megfelel. Az ültetvény kulcsa egy meghatározott helyen van. Ki mikor ér rá, dolgozhat. A fiatalok bármikor jöhetnek. Kizárják a gyümölcsös kapuját, tudják, hol a hűtőszekrény kulcsa, leszedik a málnát, a dobozt beteszik a hűtőszekrénybe, majd felírják a táblára, hogy mennyit szedtek le, és mindezt itt hagyják. Ha akarják, azonnal eljönnek hozzánk a munkabérért. Ha nem, akkor később számolunk el. Reggel lejövünk, ugye általában mindenki megvan, hogy mikor szeretni kezdeni. Van, aki jobban szereti reggel, amikor még hűvösebb van, van, aki nem szeret reggel annyira főkelni, de milyen 6 körül le szoktunk jönni, és akkor segít, hogy reggel megreggelizünk,
utána elkezdjük szedni, és akkor ugye ilyen kis dobozokba szedjük, mikor megvan az 500 gramm, akkor bevisszük, megmérjük, hogy biztos pontosan meglegyen, és utána berakjuk igazából a frigiderbe, és ott ülnek a málnák, mi szedjük, igazából egész jó. Meghúzza a vonalat a táblán? Ja, igen, van egy táblánk, mindenkinek föl van a rajzol neve, van külön kis jelképünk, oda fölrajzoltuk, úgyhogy oda meghúzzuk a vonalakat, és akkor így a végén, kinek hány vonal jött össze, az alapján fizetik ki a dobozokat számra. Fiatal csapat szedi a málnát? Igen, igazából itt mind mi barátok vagyunk, úgyhogy meg ugye több éve már visszajárunk mindannyian, úgyhogy egész jó hangulatba el szokott telni, van, amikor még zenét is engedünk, úgyhogy elbeszélgetünk, mindenki más korosztály, más társaságok, és itt igazából összegyűlünk, megbeszéljük, hogy kíván mi történt esetleg az évben, amikor ott kevésbé találkozunk, úgyhogy igazából lejövünk, beszélgetünk, szedjük közben a málnát, és még egy kis pénzt is keresünk. És mi a rendje, hogy hova álljon be az ember szedni? Oda áll, ahol a legnagyobb szemű a málna, vagy végig kell szedni minden tövet, amiben beleállt? Hát általában végig kell szedni ugye mindet, megvan mindenkinek, hogy szerintem melyik a kedvenc sora, de egyébként úgy szoktuk, hogy általában ketten szedünk egy sort, és akkor a két oldaláról szedjük, és akkor igazából a végig megyünk minden soron, és akkor váltogatjuk, hogy ki melyik oldalon áll, hogy azért ne legyen az, hogy mondjuk mindenki csak a szélét, ahol egy kicsit gyengébb, hanem akkor mindig váltogatjuk, és akkor így mindenkinek körülbelül arányosan alszik a málna. Mi a termés sorsa? Hol értékesítik? Évek óta sikeresen együtt tudunk dolgozni a Gordos családdal. Ők Adán a fő utca mellett árulják a saját gyümölcsüket, a miénket, amit hoznak. Van egy zentai árusunk, egyik része oda megy, és a másik része, ami megmarad, nem tudunk eladni, abból én csinálok málna szirupot, a férjem pedig málna likört. És akkor ezt áruljuk még ez mellett, amikor elfogy a málna. Vagy például, hogyha akkora a hozam, mint tavaly volt, akkor van külön két hűtőnk, amiben csak málna van, hogy ne vegye be másnak az illatát. Elrakjuk, és akkor télen, hogyha valakinek szüksége van rá, akkor onnan tudunk még árulni. Hadnagyevék egy másik kertjükbe szedret telepítettek. Ezzel párhuzamosan szeretnék a jövőben a bogyós gyümölcsök feldolgozását is magasabb szintre emelni. A másik kertünkben szederültetvényt telepítettünk, amely indokoltan még nem teljesen termőképes. Idén harmadik éves. Az a tervünk, hogy legyen málnánk és szedrünk, az egyik barátunknak pedig aróniája, azaz fekete törpe berkenye ültetvénye van. Így kikerekíthetnénk egy történetet, hogy legyen málnánk, szedrünk és aróniánk, hogy ne kelljen függnünk senkitől. Ne kelljen várnunk a felvásárlóra, hogy 250 dinárért megvegye a termést, hiszen nálunk a fiatalok nagyjából ennyiért szednek le egy kiló málnát. Hogy mindezt saját magunk dolgozhassuk fel. Akár egy brendet is kialakíthatnánk 10 év alatt. Az lenne tehát a tervünk, hogy a szederrel, a málnával és az aróniával kialakítsunk egy közös történetet. Milyen szereposztás a családban, ami ezt a termelést illeti? Hát a férjem kezdi, ő az, aki lenyírja a málnát, kitakarítja, aztán jövök én, ugye rengeteg a gaz, amit ki kell szedni. Amikor kezdjük el szedni, akkor én vagyok a munkásokkal, én hordom szét az árut, én beszélek a vevőkkel, anyukámnak nagyon sokat köszönhetek, mivel ugye nagyon sokat nem vagyok itthon, és ő ellátja az otthoni feladatokat. Most bővült a család a gyerekeknek a társaival, ők is elkezdtek nekünk besegíteni, úgyhogy egy szép kis családi vállalkozás lesz itt a végén. És az a 2000 tő, ez mire elég, mekkora üzlet ez? Hát nem olyan nagy. Nem olyan nagy. Mi, amire szántuk ezt a pénzt, azt nekünk biztosítja, tehát én elégedett vagyok, amennyit hoz. Meggazdagodni nem lehet belőle, de ilyen kisegítő a házi szükségletekre nagyon jó jön.